Kedves nézők, hát indul a mandala nyár, szerintem nagyon-nagyon sokan izgatottan készülnek, és itt a Weekendben már beszélgettünk korábban arról, hogy most egy új helyszínen várják a kedves nézőket, mégpedig itt a belvárosban, úgyhogy nem kell nagyon messzire menni, bár ugye Sóstó egy gyönyörű helyszín, de a Sóstói Múzeumfalu felújítása miatt most a Görögkatolikus Általános Iskola belső udvarában állítja majd föl a Mandala Dalszínház a mobil színpadot és a nézőteret, úgyhogy gyakorlatilag itt is egy nagyon klassz színházi környezetben várják majd a nézőket. Jó estét kívánok, vendégeink pedig ugye Besenci Árpád rendező, színművész és Kovács Attila, a Mandala Dalszínház színművésze. Árpi, ha mondhatom ezt, mert ugye itt most már annyira szinte családtagként dolgozik a Mandalában, rendezőként, és a tavalyi évadban pedig ugye rendezőként, színészként is bemutatkozott már a nyíregyházi publikumnak a Hajmeresztő című fergetegesen sikeres előadásban. Hát gondolom, hogy egy ilyen nagyon eredményes és sikeres munka után jó érzés visszatérni Nyíregyházára. Tehát kérdés volt, hogy ismét itt rendezel majd a mandalásoknál? Tulajdonképpen nem, mert az első találkozásunk az 2013-ban volt, az említett Hajmeresztő, és azóta minden évben jöttem dolgozni. Az azóta sajnos elhunyt Dobos Laci barátunk minden évben meghívott engem dolgozni. És a Hajmeresztő után csináltam a Kölcsönlakást, szintén Rékuli dere volt, aztán a Bérgyilkos a barátom volt, az tavaly. Most pedig erre kértek fel a Család ellen nincs orvosság című Rékuli darabra, és örömmel tettem eleget természetesen. Annyi a változás, az nekem fontos, hogy most három pici babával jöttem meg a feleségemmel, mert időközben gyarapodott a családom. Úgyhogy a legidősebb 3 éves, attól visszafelé kell még egy 2 éves, illetve egy 9 hónapost elképzelni. Szép kis zongorasípok. Ide költöztünk, most 3 hétre, és itt dolgozunk a fiúkkal. És én mindig szerettem ide visszajárni, egy nagyon jó kis csapat van, nagyon jó közönség van. Mikor még a József Attila Színházban dolgoztam, akkor is sokat jártunk ide a Vidor Fesztiválra, meg dolgoztam akkor is itt a szabadtéri színpadon, de a Mandala nekem egy külön szerelem, ha lehet így mondani, úgyhogy jól érzem magam mindig itt. Hát gyakorlatilag akkor szinte tényleg egy ilyen vásári vándor színész életet élsz, nem csak te, hanem a családod is, hogy így elkísér. Igen. Vagy legalábbis ugye, most itt ebben a nyári időszakban. Hát ugye az Alagerszegi Színházat vezettem most már 8 éve, és mi ezt helyen rendeztük be az életünket, tehát ott is van egy napi ingázás, de tény is való, hogy sokat vannak a gyerekek színházban és színházi közegben, ami nem baj. Remélem nem lesznek színészek, de attól függetlenül nem baj, hogy ott vannak az ölemben, sőt, ez kifejezetten engem inspirál. Egyébként ez olyan érdekes, hiszen majdnem minden színész megpróbálja a csemetét egy kicsit távol tartani a színháztól, de hát ez gyakorlatilag szinte vénásan kapják ezt majd a fajta jövő majd megmondja dolgot. Na most koncentráljunk akkor elsősorban ugye erre az előadásra, erre a darabra, szintén ugye egy hihetetlenül népszerű darabról van szó. Ehhez nyúlni egyrészt könnyű, mert ugye az ember azt mondja, hogy vannak kellemes emlékek, vagy legalábbis hallották a nézők, hogy miről van szó. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy borzalmasan nehéz, mert hát rosszabbul megcsinálni, mint amit esetleg láttak a nézők, azt ugye nem kellene, nem illene. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen elképzelésekkel. Élményeim vannak a darabban, hiszen a Pécsi Nemzeti Színházban is játszottam, meg az Alagerszegen is játszottam, sőt, ott én is állítottam színpadra. Tehát a tulajdonképpen a darab a fejemben, a minden szerepet el tudok mondani, de a főhőst szoktam ugye játszani, és arra is megkértek Attiláék, hogy 2 alkalommal én játszom itt el a Dr. David Mortimer szerepét. Azért a könnyű műfaj az nem olyan könnyű játszani, se csinálni. Ha ez nem pontos, ha nem tétre megy, ha nincs mögötte tartalom, akkor csak egy egyszerű, olcsó szórakoztatás. Ennél többet szeretnénk elérni. És azt se felejtsük el, hogy itt a mandalások nagy része ugye nem professzionális színész, tehát ők dolgoznak és mellette színészkednek nagyon jól és nagyon ügyesen. Tehát azért ez nem kis feladat. És nem kis feladat az, hogy 3 hét alatt színpadra állítsuk, és majd augusztusban lesz egy felújító próba. Tehát mindenképpen egy nagy kihívás. Hát igen, pont erre gondoltam, hogy az tökéletesen jó, hogy minden szerep a fejedben van, meg ugye jöttél egy profi színházból, egy profi előadásból. Azért mégiscsak ott van az az elvárás, hogy legalább olyan jól meg kell csinálni, és nem kicsinyítve az ő színészi kvalitásukat, teljesen új emberek, új helyszínen. Ez egy picit a te elveiden, vagy a rendezői hozzáállásodon, vagy a koncepciódon kell, hogy változtasson?
annyiba korrigálnék, hogy nem új helyszín, mert az Olegerszegi Színháztól a Mandala megvásárolta a díszletet. Tehát ebben játszott az Olegerszegen, nagyon jó kis díszlet, úgyhogy még ezt is ismerem, tehát ez nagy segítség. És én szerintem nekik ez óriási segítség és mankó is, hogyha én úgy instruálom őket, hogy tudom én pontosan mikor, mit, miért kell mondani, és nem ott kell kitalálnunk és improvizálnunk, hogy hogy is lesz ez, hogyan tudunk tovább menni, talán így elég lesz a 3 hét. Nem kellett új koncepciót kitalálni, Rékuni nagyon pontosan, halálpontosan, sőt tűpontosan megírta ezt. Ez akkor működik, hogyha nagyon pontos, és nagyon, hogy mondják, fergeteges, tehát van egy jó tempója. Ezt is meg lehet gyakorlással és odafigyeléssel csinálni, és úgy látom és úgy érzékelem, hogy ez működni fog. Tehát nagyon remélem, hogy működni fog. Hát az hogy működik ez? Szívjátok magatokba ezt az egészet, amit így Árpi sugal és mond? Árpi azt sugalja, amikor bejön a próbaterembe, tulajdonképpen, ahogy mondod, varázsol. Hihetetlen tempó diktál, amit mi felveszünk, remélhetőleg, legalábbis megpróbáljuk felvenni, és ugye, ahogy mondta Árpi, hogy szinte az összes szerepet tudja már, ez sajnos elő is kell, hogy jöjjön egy-egy próbán, mert hopp, éppen nem érkezik meg a munkahelyről még az egyik szereplő, akkor Árpi gyorsan vált egyet, beugrik, elmondja, és akkor mi nem vagyunk lemaradva, mert igen, az a szereplő akkor onnan jött be, hozzá tudunk beszélni. Most más szituáció lenne, hát akkor Árpi egy Jolly Joker minden szempontból. Minden szempontból, és hihetetlen nagyon jó hangulatú próbák vannak, és nagyon jó tempósan, és a próbák végén nagyon kellemesen el tudunk fáradni. Ugyanakkor meg ez egy picit azért olyan számotokra nem, mint egy ilyen professzionális kurzus egyben. Tehát mások valószínűleg ezért fizetnek, hogy egy picit még profibbá váljanak, vagy legalábbis így tudom elképzelni. Így van, hogy már említettük Lacit is annak idején, ezt ő találta ki, hogy igen, hozni kell rendezőket máshonnan, akik más munkatempóban, más mentalitással dolgoznak, mint ahogy mi dolgozunk, és így került annak idején Árpi is a Mandala Színház közelébe, illetve Mikó István is, ugye, rendezés játszik is nálunk, és nagyon érdekes, ezek mindig érdekes hetek, amikor ők itt vannak, és együtt dolgozunk, mindig úgy ilyen új előre kap a csapat, és olyan dolgokat is kihoznak belőlünk, amiről nem tudtatok, hogy ott volt. Így van. Tehát nagyon inspiráló a dolog. Lehet, hogy nem jó a kérdés, de és belőled is kihoznak esetleg olyat, ami eddig nem volt? Vagy azért ez már nehezen elképzelhető? Hát engem már nehezen tudnak. A sodrodból se tudnak esetleg? Nem. Ha fegyelmezettek, tehát odafigyelnek. Én jobban hiszek abban, hogy másfél-két órát intenzíven próbálni, és többet ér, mint 4 órát eltanglizni, és locsogni, vagy anekdotázni. És ezt ők is érzik, és én is érzem néha, hogy most ez annyi instrukció volt, hogy ettől ők elfáradnak, de ez teljesen természetes, őknek nem ez a munkájuk alapvetően, tehát ők 100 más dolgot csinálnak. Hát az, hogy színészkednek közben, szerveznek, nyomtatják a jegyeket, a plakátokat, szófogat, kellékeket szereznek be. Ez még azért a hősi korszak, tehát déli négy, mindent ők csinálnak. Le a kalap előtték, és ugyanakkor meg nagyon jó színészek is. Úgyhogy engem már nem nagyon tudnak kihozni a sodromból, illetve kiszökkenteni, mert tudom, mennyi időnk van, tudom, mit akarok elérni, és azt én látni szeretném mondjuk jövő hét közepére. Tudjuk azt, hogy melyik előadásban játszol? Mert nyilván azért azon sok ember szeretne ott lenni. Mind a két előadásban. Igen, augusztus 10 és 11-én fogom játszani a szerepet. Tehát Gábor igazából majd ősztől fogja átvenni a szerepet, illetve nos, hát akkor a nézőknek nincs más dolga, mint hogy beszerezzék ezt a jegyet, vagy akár az összes többit. Az első előadásra azért csináljunk egy kis promóciót, mert ugye indul a Mandala. Július 13-án a már említett Mikó István által rendezett, és ő által a főszerepet játszott Csúnya lánya, a zenés operette, Benkő Péter, és már hogy hívjam fel a nézők figyelmét, hogy már elővételes jegyeket lehet kapni, keressék, hiszen olcsóbban meg lehet így venni, mint majd nem elővételes jegyeket. Tehát olcsóbbak az elővételes jegyek, és már kaphatóak a szokásos helyeken. Hát köszönjük szépen, akkor jó munkát kívánunk, köszönjük sok nevetést, és sok sikert majd az előadásban.